Hármasával külön kikérdeztek mindenkit, mielőtt egyáltalán engedték, hogy becsekkoljunk a gépre, és megyek, megkeresem a kaput, aztán irány Tel Aviv. Végre megjöttünk. Hú. Ez a teraszajt elég fura. Szerintem fordítva raktak be a külmes. Péntek reggel, vagyis inkább már délelőtt. Kimegyünk átmozgatni kicsit a pályára. Megnézzük a stadiont. Átmozgatás, aztán holnap kezdődött a verseny. Én meg lehet jobban is látni. Akkorban lenni. Bemelegítés. Pár repülő. Lehet, nekem sok is volt ez az öt repülő. Nem szoktam én ennyit futni. Nagyon érdekes a város az a Tel Aviv egyik részén. Fúr régi, roskadozó háza. Na, még egy utolsó csapatértékezlet, reméljük minden infót megtudunk, aztán irány pihenni. Szombat délután verseny első napja, full dead ház, hátra meg kicsorban az emberek. 12 ország van itt, amúgy minden országban egy versenyző számonként, utószámoknál két darab hatos futam, váltó, aztán a végén összesítés, és legjobb három feljut az első osztályban. Reméljük magyarok is. Most lett vége a 400, jó szar is lett, de legalább az ötödik helyet hoztam a csapatnál. Még szemmelek, szerintem egy fél órát aztán majd, hogy lehet fel is tudok állni. Igazából ugye 45 perccel később kicsit lenyugodva, meg átértékelve a helyzetet. Nem olyan rossz, mert mégis versenyről versenyre jobbat tudtam, idei legjobbat. Csapatnak hoztam, amit tudtam. A litván gyereket, akinek kicsivel jobb egyénél volt, mint nekem, ezt megvertem. Amit tudtam, azt teljesítettem, csak szar, hogy régen nevetve futottam ilyet, most meg meghalok ezért a pályán, és nehéz türelemmel lenni, hogy kivárni, amíg ez újra jó lesz. De hát csinálni kell tovább, aztán reméljük, hogy munka meghozza a gyümölcsét, csak nehéz ez így most. Legalább idei legjobb lett ez is, szóval végül is ez pozitív, haladok egyre lejjebb, csak nem olyan léptekkel, ahogy én szeretném, de megyünk tovább. Közben mire elindultam haza, már elsők vagyunk, 4 ponttal vezetünk, ami elég jó. Most már értem, hogy miért csak egy-két volt ilyen TripAdvisor-en a hotelről. Kívülről nem olyan megnyerő.
Megbolondult a gimbal. Kifeküdtek. Én lehet csak egy kemérés van a zsebbés után. Megyek, evédelek egy jót, délután pihi, aztán jött a móka, 4x4. 4x4-es lassan elmegyünk melegíteni, kb. 20 perc múlva. Mi leszünk az utolsó versenyszám, ez a mindig a legjobb buli a csapat elvén. Utoljára futni, amikor mindenki kint van a stadionban, mindenki titeket figyel. Szóval ez is egy jó élmény lesz. Hú, elég nagy fölénnyel megnyertük a pontversenyt. Váltóba. Másodikok lettünk 4x4-jel. Végre, végre egy jót tudtam futni. Fú, nagyon örülök neki. Most jött az ünneplés. 60 ponttal megnyertünk. Azt mondod? Jó volt. Jó volt. Jó voltunk. Nyertünk. Most meg megyünk harangozni.